Sziasztok! Ebben a vlogban egy szemüveget fogok készíteni. Van egy villámkérdés is Zack Tiptonnal, akivel vagy már kiraktam, vagy majd ezután fogom kirakni, de ugye ezeket a szemüvegeket csinálja. Most itt vagyok a showroomba, és azt választom ki, hogy melyik keretet, nem a keretet konkrétan, de hogy készítsem el az én nekem valót. Hát nyilván, amire ti ezt már látjátok, eldöntöttem, de szavazzatok itt fent, hogy szerintetek melyik a jobb, ez vagy ez. És majd a végén lelövöm, hogy melyiket csináltam meg. Most még választok egy kicsit. Sziasztok, Zack vagyok a Tiptontól. Gyorsan beszámolok, hogy hogyan csináljuk az összeszerelést. Ez olyan, mint a sütés, és tulajdonképpen hozzánk érkeznek az alkatrészek, ami tulajdonképpen szemüveg, keretelő, szár, csukló, csavar, és mint a sütésnél megérkezik a liszt és a cukor, mi pedig itt kisütjük a tortát. Itt láthatóak az összes keretelő az idei kollekcióból. Ezt Pécset legyártjuk. Ez itt egy szépen kifogyó AC/DC szár. Ez konkrétan Olaszországban gyártatjuk, mert csak ők tudják szépen betenni szépen oldalra ezt a kis AC/DC villámjelet. Csavarozás után el kell mennünk a poliszobába. A srácok itt ebben a szobában összecsiszolják a szárat a keretelővel, a cafnit a szárral. Miután össze van csiszolva, meg kell polírozni. Itt láthat egy olyant, ami polírozás alatt van, és van elég sok olyan, ahol még látszik, hogy látszanak a csiszolási nyomok. Itt már látszik, hogy eltűnnek ezek a durva kalcok, és már sokkal fényesebb. Ez egy hajszárító és egy doboz. A hajszárító fölmelegíti a levegőt a dobozban, és a melegség pedig puha, formálhatóvá teszi a keretet. Sokkal tudományosabban lássuk, hogy tényleg ugyanott esik, szimmetrikus a keret. Utána pedig a vízben le van hűtve. A hűtés után meg kell mosni a keretet. A polírozás során sok olaj, viasz, különböző porok rátapadnak a keretre. Ezt az ultrahangos mosóban csináljuk. Dióhéjben így szerelünk egy keretet össze a Tiptonnal. Köszönöm a figyelmeteket! Most éppen a szárakat vágjuk le. Persze nem fókuszál, de itt van a szár, amit vágunk arra a szintre, ahol pontosan lennie kell, és hogy a legjobban tudjon illeszkedni ahhoz, amit én választottam. Ez igazából egy ilyen sima esztergáló gép, és akkor itt én tudtam vágni, de még dolgozunk rajta. Most fogjuk megnyomni a szárát, már beállítottuk, ahogy láttátok, és igazából csak le kell húznom ezt a kart. Aha, elemelj, és akkor kiveszik. És emeltek, kész van, megnézzük, hogy milyen. Hát jó bénát csináltam, mert nem ment rá. Kicsit úgy érzem magam, mint Casey Neistat stúdiójában. Most szereljük össze magát a szemüveget. Már itt is van így bekészítve. Most ez nem egy felülnézeti dolog. Hozhatom volna egy GoPro-t, mindegy. Bekattintom. Jó. Látszik, hogy nem vagyok egy ezermester, pedig a nagypapám az volt. Apa. Jó. Havar, bele. És működik, de ez nagyon nem nekem való már, ez az egy is idegesít. Most reszelünk, ez a mérce mutatja meg azt, hogy mennyire kell, hogy bedőljön, mert ez fogja adni, hogy pont az én fejemre tökéletes keret legyen rajta. Most ezt csináljuk meg. Most itt vagyunk a polírozó szobában, amiről ugye már Zack beszélt,
és itt történik, majd én fogom a saját szemüvegemet megpolírozni. Itt már csinálják is, akivel együtt sem nagyon jó fejem, csisrát. Lehet egy kicsit itt rosszul haltok, hogy olyan sokat nem fogok beszélni. Ettől lesz ebből a matból átmegy, ami ugye a szemeknek az a tipikus, ilyen gyönyörű, fényes, sima. De lehet, hogy én majd benne hagyok egy kis csigot, ahol meghagyom matnak, hogy ilyen legyen egy ilyen rusztikus, kézi, handmade, custom hatása is. Polírozás előtt vagyunk, minden él megvan a jó módon csinálva. Visszahajtottuk a szemüvegnek ugye a szárának a végét, hogy a fülemre illeszkedjen, és mindjárt polírozunk. Na most fogok polírozni, mert a szakember, úriember segített, de most itt a tetejét. Jól csinálom? Ezt, hogy jó legyen. Ettől lesz egy olyan nagyon szép, fényes, sima. Remélem nem rontottam el rajta semmit. Így megy a polírozás. Jó, köszönöm szépen. Nem rontottál el rajta semmit. Most itt vagyunk, ugye, ami olyan, mint a fogorvosnál hang, úgyhogy nem is tudom, hogy mennyire jól hallotok, de itt most kipróbálom. Aha. Itt egy ilyen kicskét ilyen vibrál, meg rezgés van benne, és most már itt van benne ez az én szemüvegem éppen. Tisztul le, és megnézzük, hogy milyen lesz. Aztán pedig az marad, hogy azt saját fejemre pont, hogy az én méretemre legyen, még ott egy picit beigazítjuk ezekkel a Zekk által kitalált DIY saját maga egy hajszárító és ebbe hőt megcsináló dolgot. Itt vagyunk. Mindjárt kész a szemüvegem. Lehet, hogy lencse nélkül kellene hordanom? Nem, azért nem, meg még nagy, meg igazítani kell. Akkor most már lehet érezni egy ilyen teljesen képtéket. Igen, aha. Sorjákat leszedem róla. Viszonylag gyorsan kell dolgozni. 2. Kinyitom és most megívem. A pillanat. Jó meleg. Én egy picit még, ha lehet, még szorosabbra tenném itt valahogy, ha lehet. Aha. Meg lehet még szorosabbra? Persze. Oké, szuper. Nagyjából szimmetrikus, még azon a száron egy kicsit állítani kell. Aha. Csapó 2. És igen, most annyira jó itt szépen tart meg minden. Úgyhogy hát ez lett a választás. Mit gondoltak? Milyen? De még megmutatom majd napfényben is. És még van egy finit, még egy kört csinálunk, hogy még a legvégső simítások is meglegyenek. Nos, ez lett a szemüveg. Tök durva érzés, hogy én is készíthettem, illetve segítettem benne. Mondjátok meg, hogyha tetszik, vagy nem tetszik meg az egész feeling, milyen, szerintem nagyon király. Gyertek be mindenféleképpen a Tiptonnak a showroomjába, linket berakom a leírásba, és hogyha most találkoztunk először, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, már ha tetszett a videó, és lájkoljátok, és menjetek át Instagramra, hogyha gondoljátok. Köszönöm szépen, hogy néztetek, sziasztok!